Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, jó estét! A korábbiakban jó párszor felmerült a Steam Deck-es csoportban, hogy különböző egyéb tokokat lehet venni a Steam Deck-hez, különböző állványokat, meg ilyesmiket. Szögetődött a fejembe a gondolat, hogy vagy milyen előnyük lehet ezeknek. Picit elkezdtem filózni, és közben arra jöttem rá, hogy azon túl, hogy megvédjük a deckünket, a helyzet az, hogy néha-néha, én legalábbis azon kapom magam, hogy játszom, tartom a decket a kezemben, Steam decket, és egy nagyon picit csúszik. Nagyon-nagyon picit. Egyébként tök kényelmes a felület, én amúgy nagyon szeretem, de egy nagyon picit csúszik. Úgyhogy arra gondoltam, hogy teszek egy próbát, és veszek egy ilyen second skin-t a deckre. Úgyhogy, hát így is tettem. Lássuk, hogy mi ez a second skin, amit vettem, és hogy igazából mit tud és mit nem. Na, itt látjátok a deckemet a maga teljes second skinezett valójában. Előjáróban csak annyit, hogy ugye többfajta a second skin létezik, nagyon sokfajta. Vannak a sima, ilyen műanyagos, hát ilyen gumi jellegű műanyagos second skinek, vannak azok, amik ilyen, az a full shield jellegű dolog, ami full műanyag az egész, és akkor a végén háttén esetleg van olyan kitámasztó izé-mizé-hozé. És hát láttam még olyanok, és ugye hát vannak a klasszi matricák. Szóval nem összekeverendő, hogy melyik mire jó. Ugye a matrica az ugye óvogatja a Steam Deck-et a piszkosásra, és amiket tök jól néz ki. Ezek a second skin-ek, ez már egyéb funkciót is betöltenek a védelmen kívül. És azok az állványosak, azok pedig a shieldek, azok pedig ugye még durvább védelmet jelentenek, és hát ugye az állványnak köszönhetően, hogyha valaki fölállítja simán és úgy kontrollerre játszik, akkor úgy is működik a deck. No, ez, amit itt láttok, ez egy klasszik second skin, jó kis ilyen TPU anyagból van, és nézzük, hogy milyen feature-ei vannak ennek. Ugye azt említettem, hogy nekem az a tapasztalatom a Steam Deck-re, hogy picikét csúszik. Az egyik lényeg ennek a second skinnek az ez, a kis textúra itt. Ugye látjátok, pont két oldalt ilyen kis, hát ilyen 3D-s műanyag textúra van rajta, mind a két oldalon, amit egyébként ugye megfogja az ember a Steam Deck-et, jó, hogy nyilván ugye mindenkinek máshogy áll kézre, én nekem ilyen mini péklapát kezeim vannak, nekem ez így az, ahogy kényelmes, már úgy értem, hogy Steam Deck maga, tehát itt pont, itt az embernek itt a hüvelykújja alatti résznél fekszik fel a Steam Deck, és ott tudja kényelmesen megfogni, és ezzel tényleg jóval kevésbé csúszik a Steam Deck. Aztán, mit tud még ez a cucc? Tapintásra egy picikét olyan, minthogyha jó, standard műanyag, oké, barom olyan pöldött meg senki rajta, nyilván, de olyan, minthogyha egy picikét ilyen bepúderezett cuccot fogna az ember. Pont nem zavaró, mert én egyébként kimondottan rühellem azt a típusú műanyag tapintást, de még, hát igazából ez még nem zavaró, aki szereti, szereti, nem, én nem ijesztenék ezzel senkit, igazából ez, ha nekem tök ki, akkor szerintem, hogy igazából mindenkinek jó. Na, hogy néz ki még? Ugye látjátok, hogy minden egyes kezelő felületnek van egy ilyen kis belsője, tehát nincsenek rajta extra kis műanyag darabkák, hanem ezt benyúlsz és megnyomod. Vannak olyan ilyen second skin-ek, ahol kimondottan a Steam gombra, meg a három pöttyös gombra ilyen kis kiálló műanyag izék vannak, ezen nincsenek. Én nekem ez kényelmes, szerintem amiként a másik megoldás is kényelmes. Az egésznek a lényege mindig az, hogy amikor az ember a kezébe fogja a decket, és ugye játszik és keresgél, mit tudom én, akkor megtalálja azokat a gombokat, amiket meg kell nyomni, hogyha éppen szüksége van rá. Ebbe ez sokkal könnyebb, mint a natúr Steam Deck-en. De ugye ez a pozitív komment nem csak erre a second screen-re illik, hanem bármelyikre. Na aztán, hangszórók azok szabadon maradnak, a tapipadok szabadon maradnak. Van olyan second screen is, amin a tapipadot is egy ilyen textúrázott felülettel vonják be. Őszinte leszek, én nem mertem olyat rendelni. Mert ugye mi van, hogyha az érzékenységet befolyásolja? Nem tudom. Ebben a kis second skin-ben, amit rendeltem, majd mindjárt mutatom egyébként, hogy miről beszélünk, vannak ilyen kis joystickra húzható kis műanyag kis kupakok. Ezeket én föltettem, nem volt egyszerű, hozzáteszem. Szóval föltettem,
Kényelmes, nem kényelmes? Én nekem az eredeti joystick is igazából egész kényelmes volt, ez egy picikével nagyobb. Olyan szekönsként is láttam, aminek az az egyik speckű, ilyen különböző méretű kis extra kupakok vannak, az igazából tök izgalmas. Lássuk a kezelőfelületeket máshol, látjátok a D-pad és a négy darab gomb, meg a két pici gomb úgy szintén szabadon van hagyva, teljesen kényelmes. És egyébként tök jól elérhető, nem akad bele az embernek a keze. Ez ugye second skin nélkül is kényelmes, és a lényeg az, hogy a second skin ezt a típusú irányítást semmilyen szinten nem befolyásolja. Nézzük a decknek a tetejét. Ugye mi nagyon fontos, hát egészen nyilvánvalóan a légzőnyílások is deckünknek szabadon van hagyva, hiszen ez baromi fontos. Ami még nagyon hasznos az, hogy itt az USB körül viszonylag nagyobb luk van. Én a decket nem a saját töltőjével töltöm, hanem egy picikét boomslippal, de én úgy gondolom, nem vagyok benne teljesen biztos, de szóval úgy gondolom, hogy ha valaki sima, official gyári dockhoz akarja használni ezt a second skin, az szerintem nem jár rosszul. Bőven van hely, hogy itt egy nagyobb boomslip USB csat is be tudjon csatlakozni. A kis power lámpádnak külön kiírtak egy helyet, és ami nekem tök pozitív és tök tetszik, a besülyeztett gomboknál, power gomnál, itt viszont egy normál külső gombot tettek rá, amitől nekem speciál ez a része sokkal kényelmesebb volt. A hangerő gomboknál hasonló a helyzet, a jack csatit szabadon hagyták úgy szintén, a hangpot kivezérése tök kényelmes, nincsen félre csúszva, teljesen pöcre tök méret. Nézzük meg a hátulját. Így néz ki ennek a szegenszkének a hátulja. Ugye itt ez a kis nyílásoska szabadon van hagyva, ez ugye sok minden miatt fontos, légzés és egyebek. A hátsó gombok úgy szintén szabadon vannak hagyva, illetve itt alul is van egy ilyen kismértékű textúra. Pont annyit tesz, hogy így is kényelmes fogni, és itt sem csúszik ki, úgyhogy szerintem ez is rendben van. A ravaszok pedig itt elől úgy szintén szabadon vannak teljesen hagyva, nem lóg előre nagyon a műanyag, nem akad bele, semmi rossz történet nincs ebben a dologban. Szóval az alapbenyomásom nekem az, így pár óra játék után, hogy nekem ez a second skin ezt tetszik, megtartós lesz, teljesen jó. Van még egy próbálja ennek a dolognak, ugye, hogy mennyire kompatibilis a hortokkal, ezt meg tudom praktikusan mutatni. Belehelyezzük, a körméretén a decknek semmi lényegeset nem növel ez a second skin, és ha megnézitek, rácsukjuk, és ennyi. Tehát teljesen nyugodtan be lehet húzni. Úgy. És amikor behúzom, akkor nem érzem, hogy nagyon-nagyon összenyomnám a decket. Minimálisan jobban kitölti természetesen, de szerintem egyáltalán nem okoz ez problémát. Felmerült egy kérdés a csoportban, hogy vajon a dokkolóba bele lehet-e tenni így a Steam Deck-et. Az a helyzet, hogy én lemértem a Steam Deck-et, és így ezzel a tokkal együtt olyan 22-23 mm nagyságú, vastagságú lesz a deck. Nekem őszintén nem tudom, hogy ez mennyire méret, de akinek van otthon dokja, és kíváncsi arra, hogy ez mondja, ez a second skin, ez jó-e, az bizony 23 mm, hogyha van ennyi hely, akkor jó, ha nincs ennyi hely, akkor nem jó. És akkor most következzen a ezt egyik leglényegesebb pontja. Hol vettem ezt a second skint? Ezt a second skint a Dupe Shop nevezetű helyen vásároltam. Ez nektek miért lényeges? Azért nagyon-nagyon lényeges, mert fölvettem a kapcsolatot a bolttal, nagyon-nagyon jó fejek voltak, és azt mondták, hogy mondtam nekik, hogy meg fogom mutatni ezt a second skint, mert ott vettem náluk, és amúgy is megmutatnám nektek, mert szerintem tök hasznos, hogyha ilyesmiről is beszélgetünk. És a lényeg az, hogy adtak egy olyan kupont, amit holnap éjfélig tudtok beváltani. Ezt írom a chatbe. Írom a chatbe ezt a kupont. Ezt a kupont a webshopban bármire be tudjátok váltani, nem csak second skinekre. Ezt a second skint, ezt a Steam Deck second skint, egyébként Steam Deck toknak kategorizálták ott. Igen, tok rá lehet húzni a Steam Deckre, lehet benne tárolni, tök jó, de azért klasszikusan ez inkább a second skin kategória. Ami tök jó, ez a legnépszerűbb, ezt ők ilyen TPU anyagból lévő toknak mondják. Van egy másik fajta hasonló anyagból lévő, illetve van fix shield jellegű tok, meg még Chilio plusz 2 dolog a webshopban, és ez a kupon, amit kiírtam, ez úgy hangzik, hogy Attila 10, ki lehet találni, miért pont ez.
Ez egy 10%-os engedményt jelent gyakorlatilag bármiről, amit, bármire, amit kiválasztatok a webshopban. Szóval ez egy nem rossz dolog, holnap estig lehet vele élni. Ha valaki arra gondol, hogy ilyen second skin szeretne venni a Steam Deck-éhez, én úgy vagyok, hogy eddig melegen ajánlom. Egy dolgot nem próbáltam ki vele, intenzív, nagyon hosszú idő játékot, amikor a deck alapból melegszik. Ugye ez a second skin, ez teljesen beborítja a hátsó részt is, magyarán a természetes hőleadás az egy picikét csorbul. Mivel ugye van egy elég normál ventilátorunk, azért ez ilyen szinten nem okoz szerintem gondot. Én úgy gondolom, hogy ez nem szabad, hogy bármi bajt jelentsen a Steam Deckünkre nézve. Aki meg túlhajtja, az meg amúgy is túlhajtja. Úgyhogy ennyi. Egyetlen dolog van, amire hát nem tetszik, nem tudom. Szóval ez kicsikét a ambivalensen állok, az pedig az itt ez. Ez. Szóval látjátok, ez a műanyag, ez egy nagyon-nagyon picikét laza. Igen, rá lehet teljesen simítani, és teljesen jól ráfekszik. Egyetlen dolog, amiben nem vagyok teljesen biztos, hogy ez a hosszú időn tartó hőhatást, ami ugye a Steam Deck használatával általában azért jár, itt legalábbis ezen a részen pontosan, ezt hogy fogja bírni, esetleg deformálódik, esetleg elmozdul-e, ezt nem tudom nektek megmondani. Majd későbbiekben tartósabb használat után erre lehet, hogy pár mondat elég visszatérek. No, én ennyit gondoltam már a Second Skin-ről Steam Dockról. Bármi kérdésetek van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá. Steam Deck csoportban, vagy YouTube alá kommenteljetek, és akkor meglátjátok. Természetesen magát ennek a boltnak a linkjét, meg ezt a kupont is a YouTube-on ki fogom tenni a leírásba. Úgyhogy ott tudtok vele élni, nyilván holnap éjfélig. Bocsánat, pénteken éjfélig, nem holnap éjfélig. Majd látom, hogy szépen kiveszem. Na! Nagyon szépen köszönöm, én ezt szerettem volna veletek megosztani. Aludjatok jól, szép estét, sziasztok!